Már száz évvel nyugodtan, erőt sugárzó tartással a kosút téren a puskájára támaszkodva, a hős hatvani katona. Arcéle a magyarok jellegzetes vonásait egyesíti, tekintete jelképesen a távolba mered, őrzi a várost. Az évforduló alkalmából tartottak itt megemlékezés szombaton, ahol Horvátriár polgármester felidézte a szobor történetét a Magyarországgyűlés Országgyűlés 1917-ben fogadta el a mozduló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló 8. törvénycikket, amely felkérte a településeket, hogy anyagi erejüknek megfelelően állítsanak olyan tárgyi emléket, amelyen megjelenítik a harcok során elesett hősök névsorát. 60-ban azonnal gyűjtést szerveztek, és rövid időn belül jelentős összeg gyűlt össze az emlékmű felállítására. A szobor elkészítését az akkor már országosan ismert önművelő szobrászművészre, Finta Sándorra bízták. Mi, hatvaniak jól tudjuk, hogy a törvény elfogadása után városunk emlékművét avatták fel elsőként az országban. Magára a szobor avatási ünnepségre napra pontosan száz évvel ezelőtt, november 25-én vasárnap került sor. Az őrszemnél Simon Tamás a Bajza József gimnáziumi szakgimnázium tanára tartott történelmi visszatekintést arra az időszakra, aminek a szobor állít emléket. Felidézte az első világháború kirobbanását, a Ferenc Ferdinand elleni merényletet, részletesen beszámolt az akkori eseményekről. A megemlékezés, amelyen a Szent Adalbert kórus világháborús dalcsokrot adott elő, még a bajzás diákok verset szavaltak, koszorúzással és a métesek elhelyezésével ért véget.